A következő néhány percben a felelős média használatról beszélgetek Lőrinc Marcellel, a Szubjektív Értékek Alapítvány igazgatójával. Arról, hogy hogyan tudunk kiigazodni a különböző információk útvesztőjébe, mire figyeljünk, hogyan szűrjük az információkat és az álhíreket. Erről lesz szó a következő néhány percben, tartsanak velünk! Első körben azt gondolom, hogy tisztáznunk kellene azt, hogy mit jelent az, hogy médiatudatosság. Szerintem nagyon sokaknak erről nincs úgy igazán információjuk. Mit jelent az, hogy felelősen használni a médiát és tudatosan? Hát köszönöm a kérdést, és üdvözlöm a nézőket, így itthonról a saját szobámból is. Médiatudatosság szerintem egy nagyon érdekes fogalom. Arra kell figyelnünk, hogy megváltozott az elmúlt 10-20 évben a média szerepe, a média lehetőségei. Mi korábban ez egy olyan egyirányú dolog volt, hogy volt a média, adta az információt, voltak a fogyasztói. A közösségi médiák megjelenésével és elterjedésével és ennyire széles körű használatával ez komoly változáson ment át. Innentől kezdve, hogyha valaki lájkol egy hírt, megoszt egy hírt, megosztja egy véleményét, tulajdonképpen maga is újságíróvá válik, észre se veszi adott esetben, és akár nagyon jó hiszeműen is, de hozzájárulhat ahhoz, hogy nem megfelelő tartalmak rajta keresztül is tovább terjedjenek, mert még valaki fenntartással kezelt volna egy, nem is tudom, egy neve nincs honlapot, de egy barátjának az oldalát valamelyik közösségi médiában már sokkal jobban elfogadja, jobban hisz benne, és így könnyen belecsúszhat abba, hogy fals információkhoz jusson. Tehát elsősorban ezt tartom a médiatudatosságban fontosnak, hogy figyeljünk oda, mit fogyasztunk, mit hiszünk el, és erre hogyan reagálunk, mert ez számít. A közösségi média megjelenésével egyébként az álhírek is sokkal inkább terjednek, mert mindent megosztunk. Így van egyébként, nem tudom, mikor kerülünk majd adásba, de április 2-a volt az álhírek elleni világnap, egész pontosan nem tudom, még annyira a háttérét én sem majd utána nézek, hogy miért pont ezt tűztük ki, de ugye egy pár évvel ezelőtt az év szava lett, a fake news, és azt tapasztaljuk, hogy nagyon különféle motivációkból, de álhírek terjednek minden témában. Így a koronavírus sem kivétel, tehát azt is tapasztaljuk, hogy gyakorlatilag január óta rengeteg olyan álhír került elő, mely a vírusról szólt, a vírus terjedéséről. Eleinte egyébként főleg Kína volt a fókuszban, igen. Tehát a kínai híreket hallottuk, vagy mutatok esetleg pár oldalt, vagy forrást, ott még lesz, ott lehet nézni, hogy kínai kórházak építéséről jelentek meg álhírek, vagy akár Kínában áldozatokról jelentek meg olyan képek, mentők intézkedéséről, emberek az utcán esnek össze, stb. Ez nem feltétlenül voltak szavaihető információk, de most azt látjuk, hogy ugye vannak azok az álhírek, amelyek a klikkelés vadászok, tehát olyan hírportálok, olyan csatornák, akik azt szeretnék, hogy minél többen odaklikkeljenek, minél többen kövessék azt, amit ők megosztanak, és ezzel nagyobb bevételre tegyenek szert. De vannak, most már eléggé nyilvánvalónak tűnik Európai Uniós hírekben ezt osztják meg, hogy Kína, Oroszország, az Egyesült Államokban bizonyos politikai, főleg szélsőjobboldali körök arra játszanak, hogy az EU stabilitását is aláássák azzal, hogy a társadalmi békét, bizalmat álhírekkel bomlasszák, és a különféle intézkedések, akár az összetartás, vagy a lehetséges kimeneteleket homályosítsák. De ami nagyon fontos, és visszautalnék a médiatudatosságra, hogy az egyes emberek is sokszor jóhiszeműen osztják az álhíreket, és forrásokká válnak tudtukon kívül. Erre nem lehet egyébként, lehet ez egy költői kérdés, bármilyen felügyeletet létrehozni, vagy bevezetni, hogy ezek a hírek, ezek az álhírek valahol megálljanak. Tehát, hogy ne lehessen ezt ilyen szinten, nyilván akkor valamilyen szinten itt a sajtószabadságba is belelépünk, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés lenne, hogy legyen ennek egy stopp tábla, úgymond.
Hát ez egy szürke zóna, tehát hogy mikor érdemes belenyúlni, hiszen a túlzott cenzúra azért mindenképpen hátrányos hosszú távon, azt szeretné mindenki elkerülni, legalábbis reméljük, de valóban közben pedig a kártékony álhíreknek jó lenne gátat szabni. Tehát nehéz ezt a kényes egyensúlyt megtalálni. Én mindenképpen javaslom, hogy a nagy szerkesztett média csatornák oldalait mindenki érje el, hiszen ott vannak fizetett alkalmazottak, professzionális szerkesztők, akiknek a dolguk az, hogy ezeket a híreket leellenőrizzék, a forrásoknak utána menjenek, mert mi magunk is utána tudunk menni. Javaslom, hogyha valami nagy szenzációt hall valaki, akkor keressen rá, nézze meg, hogy mi a forrása, akár hírek, akár képeknek, videóknak utána lehet menni, nem lehetetlen, a egyszerű technikai eszközökkel ezt meg lehet tenni az interneten, de sokkal kényelmesebb, hogyha a jól bevált, nem is tudom, országos lefedettségű tévé, rádió csatornák, vagy jól ismert hírportálok, mondjuk nem tudom, az index.hu-t majd kiemelem külön, mert ők foglalkoznak álhírekkel. Tehát ezeken a felületeken azért, ami szembe jön, az jellemzően átment pár szűrőn. A másik pedig, hogy lehet jelenteni a nyilvánvaló álhíreket. A közösségi média felületeken általában van erre egy ilyen lehetőség, a Facebookon egyszerűen egy jelentésnek hívják, ahol lehet jelezni a Facebook felé is, és akkor a Facebook magát ezt a linket, hogyha sokan jelentik, akkor szűrni fogja, nem engedi kitenni utána mások által, de én nagyon fontosnak tartom, a Facebookon legtöbbször ugye ismerősöktől, barátoktól jönnek az információk, hogy nekik is jelezzük, vagy tegyünk fel kérdést, biztos-e benne. Itt az álhírek kapcsán például ezek nagyon jó hiszeműek tudnak lenni. Március, nem tudom, 13-án, azt hiszem vidéken voltam, és a családom kétségbeesetten próbált rávenni arra, hogy térjünk vissza hamarabb egy-két nappal, mert Budapestet le fogják zárni. És ez egy olyan álhír volt, ami terjedt, ami nem volt alaptalan, hiszen látjuk a világban, akkor már Kínában, Olaszországban voltak városok, amiket lezártak. Tehát innentől kezdve ez egy könnyen hihető hír volt, de én mindenkitől kérdeztem, hogy honnan tudjátok, hol hallottátok. És mindenki csak tudott arra mondani, hogy hát egy barátom, egy ismerősöm, aki nagyon tájékozott, ő megmondta már 2 héttel ezelőtt ezt is, meg azt is, és lehet, hogy adott esetben ezek tényleg jó hiszemű hírek voltak, de nem volt igaz, és hogyha ha felboldult volna az ország, és mindenki elhagyta volna azt, amit éppen csinál, vagy valahol van, az lehet, hogy több kárt okozott volna, mint hasznot. Itt a koronavírus kapcsán is ugye nagyon sokféle fórumról kaphatunk információkat. Mi lehet a legjobb oldal, ahonnan tudunk fontos és igaz információkat kapni? Hát igen, nagyon nehéz egyébként, tehát azt hozzáteszem, hogy a központilag ellenőrzött információk is gyerekcipőben járnak, tehát az, hogy hogy lehet gyógyítani, hogyan terjed, erről majd még tudunk később is beszélni, de hogy ezekről viszonylag kevés kézzel fogható tényszerű információnk van. Ami viszont ide tartozik, és hatósági szűrőkön megy át, a legfontosabb forrásnak a koronavírus tájékoztató kormányzati oldalt gondolom. Itt látható a képernyőn a koronavírus.gov.hu weboldal. Itt nagyon sok érdemi információ található. Itt jellemzően itt teszik közzé, hogy hol tart a fertőzöttek száma, a halálesetek, a gyógyultak, az eloszlás, de akár a világban tapasztalható statisztikák. Persze hozzáteszem, és ezt az információ terjesztő is a megfelelő helyeken ezt megteszik, hogy ezek sokszor csak becslések, tehát hogy hány fertőzött van, hány beteg, hány gyógyult, például ezek. Ezek a jelenlegi statisztikák, de a statisztikák azok soha nem tűpontosak, és itt sok a lappangás, tehát amiről nem tudunk, de itt ezen a weboldalon egyébként lehet zöld számot találni, tehát 0680 277 455, vagy egy e-mail címet koronavírus@bm.gov.hu,
itt lehet információt kérni, vagy nyújtani adott esetben. Amit még hozzátennék, hogy helyi szinten viszont a ferencváros.hu weboldalt is nagyon tudom ajánlani, hiszen ami olyan információk, amik a 9. kerületre, Ferencvárosra vonatkozódnak, az nem lesz rajta a központi kormányzati weboldalon, de itt a hírek szekció alatt el lehet olvasni, hogy éppen mi az aktualitások Ferencvárosban, hogyan lehet segíteni például az önkormányzat munkáját, milyen telefonszámok vannak, milyen ügyintézés például, hogyan, milyen problémákkal néz szembe, most az önkormányzat az is itt fölmerül, mit lehet tudni a pandémiás járadékról például, ez egy fontos információ lehet. Tehát ezeket itt a ferencváros.hu és a hírek aktualitások alatt meg lehet találni. Itt azt hiszem fontos telefonszámok, ha ide klikkelünk, akkor orvosi tanácsadás lehet azt hiszem kérni, ami nem egyenlő a házi orvos telefonszámával, azt hiszem ez itt ki volt emelve, de zöld számok időseknek, rászorulóknak, 0680-399-399 például, hogyha valaki vagy munkalehetőségeket is kínál a weboldal, tehát nagyon informatív és tájékoztató, gondolom, hogy folyamatosan frissül, tehát amint valami lényeges információ van, azt javaslom, hogy innen próbálja mindenki beszerezni, és még egyszer jelzem, ha valami túlságosan nagy szenzáció, túlságosan könnyű megoldást kínál, akkor azt mindig nagyon óvatosan kell kezelni. Marcell, köszönjük szépen! Fogjuk még folytatni ezt a beszélgetést, majd következő héten újra jelentkezünk, de addig is azt tanácsolom akkor a nézőinknek, illetve Marcellel együtt azt tanácsoljuk, hogy ha lehet, akkor mindig hiteles forrásból tájékozódjanak, akár a koronavírus kapcsán, akár bármi másról legyen szó. Köszönjük szépen a figyelmüket!